Szervusztok! 2024. május 9-e van. Május 9-e, immár közel három éve, minden csütörtökön találkozunk. Minden csütörtökön, és én ezt nagyon nagy tisztelettel köszönöm nektek. És azt szeretném, hogyha bizonyos dolgok nem változnának meg. Az sem például, hogy csütörtök este az előadások témáját a ti kérdéseitek határozzák meg. De mint már oly régóta szokás, mindig szeretnék egy kis hangulati bevezetőt tenni. És ma az emberi jogokat választottam ki. Ennek van határozott oka. Egyszerűen diktatójárás van Magyarországon, a diktatúrára pedig nem jellemzőek az emberi jogok. De diktatúra van Magyarországon is, és Magyarországon is egyre több bizonyíték, 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 hogy a politika, és talán nem csak a politika. Nem érti, hogy nem az a liberál, liberalizmus, amivel ellen Orbán úgy közben, azt se tudja, mi a baloldal, az, hogy mi a liberalizmus, de a legbiztosan nem tudja, az az, hogy mi a keresztényiség, hanem valami egész más vezérli a virágot, emberek vagyunk, és egymás között élünk. És ennek meg kell adni azt a kornak megfelelő gondolkodásmódot, hogy hogyan tudnak az emberek, főleg ha béke pártja, akkor hogyan tudnak érvényesülni azok az emberi jogok, amik az embert megilletik, na de mindegyiket? És bizony nagyon sokszor az ember egyénének a joga, és valamilyen módon egy közösségi jog, vagy valamilyen más, például több emberi jog, egymást éppen a világ történése miatt ütközik. És akkor megoldást kell találni arra a helyzetre, mert az meg egy emberi kötelezettség. Na mindegy. A TikTokon találtam nekik egy nagyon rövid összefoglalóját az 1950-ben egyébként össze elfogadott emberi jogok egyezményéből, amely a lehető legrövidebben egy percen belül mutatja az, hogy mi az, ami a jogunk, és szinte biztosan senki nem veheti el tőlünk jogszerűen. Az, aki elveszi, az jogfosztást akar végrehajtani, az meg akar minket emberi mi voltunkból erőszakolni. Akkor is, ha az egy gazember, csak úgy külön, akkor is, ha az egy kormány, akkor is, ha ez egy miniszterelnök, és akkor is, ha valami olyan, például egy nagy tiszteletre méltó hitéletnek valamilyen gondolatát fűzi elő, ami azt mondja, hogy az biztosan megelőzi a te ember jogodat, de nincs így. Na ezt a nagyon rövid bevezetés a hangulatot szerintem megadja, kérem, hogy ezt nézzétek meg, és utána kezdjünk bele a mai napba, ahol mondom azért alapvetően a hét nagyon nagy számú történése ellenére, de azt szeretném, ha ti válogatnátok belőle, ha ti kérdéseitekre adhatnám meg a választ, úgyhogy nagyon fogom várni a hozzászólások helyett, vagy mellett legalább a kérdéseiteket. Nézzük meg ezt a rövid bejátszást. De kérem, figyeljetek rá! Ezek az ön emberi jogai. Harminc van belőlük. Mind az önéi. Nem kell fizetnie értük, vagy kérvényeznie őket. És nem kell engedély, hogy rendelkezzen velük. Egyszerűen csak az önéi. Nem számít, hogy ki jön, honnan jött, hány éve, sem pedig bármi más. Ez ilyen egyszerű. Néhányan megkísérelhetik figyelmen kívül hagyni a jogait, vagy megsérteni őket, vagy úgy tehetnek, mintha azok nem léteznének. De nem tudják megváltoztatni a tényt, hogy az önéi. Harmincadik emberi jog. Senki sem veheti el az ön emberi jogait. Remélem figyeltetek, és nagyon figyeltetek az utolsó, a befejező mondatra. Senkitől, semmilyen módon ne fogadjátok el, ha az emberi jogaitokat korlátozni akarja, és még meg is akarja magyarázni azt a jogfosztást, azt a meréletet, azt a gasságot, amit velünk szemben el akar követni. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen, hogy egyébként már több mint százan ez alatt a két-három perc alatt is csatlakoztatok a mai adáshoz. Remélem, hogy ma is leszünk sokkal többen, és abból sokan maradnak, és ez azért jó megnézni, amikor látom, hogy egyébként utólag több tízezren készültetek rá, és megnézitek az adást. Vágjunk bele, és nézzük meg, hogy milyen kérdések jelentek meg, és nagyon büszke vagyok, rátok, mert hirtelen itt rögtön az elején, már egy több hozzászólás is, is meg, megjelent, amit kifejezetten köszönök. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár sok téma van, de kezdjük azzal, amit titeket érdekel. Selegi János kérdezi, hoppá, de futkos elnézést, valamiért nagyon fut a képernyőm. Ön szerint milyen, mi lesz a magyar gazdasággal, hogy már négy hónap alatt évértékkelő az éves államháztatási hiány elérte gondolom a végét, erre vonatkozik. Ön szerint ez mennyire megnyugtató dolog, mert Varga Mihály jelek szerint nem aggódik. De egyik oldalon volna egy nem aggódásom. Ugye minden évben a kevésbé a gazdasági folyamatokat ismerő néző, és is, nem is kell mindenkinek nézni, ez egy sztártéma. Tehát ha ilyenkor április-május környékén, Megnézitek az egy évvel ezelőtti adásokat, mindenhol ott van, hogy már elfogyott a 80%-a az évre tervezett hiánynak, elfogyott a 90%-a az évre tervezett hiánynak, és nagyon sok hasonló. Azt azért azt kell mondanom, hogy elméletek adna arra az agódásra okot, és ez Varga Mihálynak is üzenem a pénzügyminisztériumnak, hogy azért ez akkor is egy kicsit gyorsabb. Tehát a mostani, ha nem is drasztikusan tér el, mert ilyen, tájékán, ilyen 80 70-80 százalékról szoktunk beszélni, és nem közel százról. De hát másképpen van az államháztartás bevétele, és másképpen van a, vannak a kiadásai. És óriási bevételi téde, ö, tételek például kötődnek majd most május 21-éhez, és nagyon sokaknak majd most kell befizetni nagyon sok adót, amit nem kellett eddig. De az tavalyi év elszámolása utáni adók, azok drasztikusan, magyar szokás, nem csak magyar szokás szerint, most fog beérkezni. De nem erre szeretném felírni a figyelmet, mert ebben félrevezető lehet. Szeretném, ha elfogadnátok tőlem, és elfogadnák, elfogadnának az én oldalamnak a nézői, hogy le kell egyszerűsíteni egy folyamatot. Ha azt mondják, hogy rettenetesen magas az államadóság, akkor mindig lehet találni őt görögöké magasabb, olaszoké magasabb, miközben az olasz gazdaság ereje arányait tekintve is egy nagyságrendel nagyobb, mint például a magyar. Tehát, hogy önmagában ezek a számok, ezek mondhatnak szakembereknek dolgot, lehet róla filozófálni de lehet azt is bizonygatni, hogy ez így milyen oka van. Nem ez a leglényegesebb. Ne innen keressük, mert ahhoz meg, el, meg kell tanulni a közgazdaságtan, a nemzetközi gazdaságot, azoknak a folyamatait. Azt kell megnézni, hogy mondjuk az Orbáni rendszer 2010 óta, 14 éve folyamatosan, akadálymentesen, kétharmados mandátummal, nem kétharmados támogatottsággal, de kétharmatos mandátummal, szavazattal, gyakorlatilag teljes szabadsággal vezeti a magyar társadalmat. És még avval sem szabadna törődni igazán, vagy mondhatnám, hogy esetleg lépjünk túl rajta, hogy az legtöbb kérdésben az Európai Unióban 27 tagállamból 25-26 ellent mond annak, amit Orbán Viktor állít, és mégis ő bátran, kidüllesztett Melkassal azt mondja, hogy ez így rendben van, mit csináljuk jól, és 26-an rosszul. Hát ugye ezt elmertek nem lehet kizárni. A, a, Nem, a hét egyik eseménye, nem is készítettem rá posztot, pedig voltak éppen szörnyű volt Gulyás ennek a, a kormány szóvidői megszólalásába, amely például azt mondta, hogy az Európai Unió boldog lehet, örülhet és megnyugodhat, hogy másfél hónap múlva, egy hónap, másfél hónap múlva, egy fél éven keresztül nyugodtan foglalkozhat majd a saját problémáival, mert az unió ügyeit jó kezekbe teszi a magyar elnökségre és hogy emiatt nem kritikát kéne hallgatni, hogy lehet-e a magyar elnökséget átadni Magyarországnak, megérdemeljük-e, stb. stb., hanem végre lesz idejük magukkal foglalkozni, mert a Magyarország a dolgokat a helyén teszi, nyugodtan, erős és jó kézben lesz, mondja Gulyás Gergely. Még azt is mondja Orbán Viktor és Orbán Balázs is, Gulyás Gergely is, Lázár János is, tehát ebben a, hogy a fő programja ebben a hat hónapban, amiért nyugalom szállhat egész Európára, az egész Európai Unióra, ez abzért van, meg megmutatjuk és segítjük Európát abban, hogy a versenyképessége álljon erre a nagyvilágban a többiekhez képest. Mert hát ha fejlődik is, fejlődik is, de folyamatosan, mondja Gulyás Gergely, Orbán Balázs, Lázár János és Orbán Viktor, de haldó krik és rossz irányba megy, a többiek meg elmennek mellettünk. Én nem tudom elképzelni azt a képmást, azt a pofátlanságot, azt a dolgot, amit ha leegyszerűsítve hallunk, akkor ilyenkor a kévét vagy össze kell törni, vagy ki kell kapcsolni. Mert ami a tény, hogy 2010 óta, minden probléma mentesen, tehát a itthoni körülményekben semmi nem befolyásolva, Orbán Viktor és követ vezette az országot, és ha mondjuk 2010-ben a 27 ott, tagállam közül mondjuk mi versenyképességbe vagy a magyar embereknek az életszínvonalába, a magyar állampolgárnak a vásárló erejében, de a, ami a jövőnkre utal, az nem az, hogy ma mennyit költünk, az is egyébként egy fontos elem, de az is egy, az a még fontosabb, hogy a gazdaságunknak, például a többiekhez viszonyított versenyképessége hogyan alakult. És ha mondjuk ez 2010-ben a 27-ből mondjuk a 22. helyen állt, és most a 16-án állunk, miközben mindenkivel vitatkozunk, hogy ők szembe jönnek velünk, de mit csináljuk jól, akkor lehet, hogy Orbán Viktornak lenne igaza. Mert mi folyamatosan javítanánk a családon belül a pozíciónkat. Na de ha minden mutatóban, és ha most maradjunk, hogy a Unió nyugodjon meg, mert végre most a versenyképességében képességében kap majd egy óriási löketet a magyar kormánytól, attól a kormánytól, aki mondjuk a 19-20. helyen volt 2010-ben, és most a 27. helyen van a versenyképességben. Tehát nem csak szembe ment mindenkivel, hanem tényszerűen egy 14 éves, elég hosszú periódus mutatja, hogy a létező legrosszabb döntéseket hozta az unión belül. Tehát a másik 26-nak volt igaza, mert ők sokkal gyorsabban fejlődtek, mint mi. És Isten mentse meg az Európai Uniót hogy akár csak fél éven keresztül bármilyen hatása is legyen Orbán Viktornak az unió általános versenyképességére, mert akkor egy óriásit buknánk. Hát ez fekete-fehér az eddigi tendenciákból. És itt most elnézésre egy kicsit eltájoltam a dolgokat Sándor kérdéséből, de ez a dolog lényeges része. Hogy nem feltétlenül a legfontosabb mutató, hogy a tervezett államháttartási hiány hol áll. Mert mindig az első fél évben sokkal magasabb, mint ami illőárányos lenne. Így működik a magyar gazdaság, de ha nem is ilyen, ilyen nagy eltérésekkel, de a legtöbb ország, a adórendszerekre építő országban ezek általában így vannak, ha az évet január 1-től és december 31-ét zárással tesszük. Tehát akkor nem ez a legfontosabb. Az azért lényeges, hogy mi ott az időarányos tervezés, és hogy kibírja-e a költségvetés mondjuk egész évben, hogy nem kell hozzá nyúlni. És nem kell azt mondani, hogy hát úgy terveztük, hogy 3% lesz a hiány, de 4,5%. Az azt jelenti, hogy a tervezett hiány az nem csak arról szól, hogy időarányosan sok fogyott el, hanem azt is, hogy módosítani kellett az összegét a tervezett hiánynak és az államadóság bővülésének. De legfontosabb, hogy rosszabbul élünk, és folyamatosan romlik a magyar gazdaság versenyképessége, a mérések az unión belül már nem fognak romlani, mert az utolsó helyen vagyunk, sokak tévedésére szeretném elmondani, hogy Bulgária mögött vagyunk már, azok a számok, ahol legfeljebb burgája van még mögöttünk, azok 21-22-es kimutatások, de ők folyamatosan és is ismerjük a részadatokat, feljebb jöttek, mi meg folyamatosan lejjebb mentünk. Na, emiatt kell aggódni. Emiatt, hogy szegényedünk, egyre nagyobb a baj az egészségügyben, a nyugdíjasok életszínvona egyre több a mély szegénységben élő, és folyamatosan elveszítettük, a versenyképességünket mindenki mással szemben. Ha ezt összességében látjuk, akkor lehetne fantasztikusan jó mutató, mondjuk az időarányos, időarányos veszteség, de Magyarország iszonyatos helyzetbe kerülne. Na egy záró példa, és megyek a következő kérdése, csak néha nehéz, nehéz megállni, hogy egy diktátor, egy Orbán Viktor-szerű, ő hozzá nagyon hasonlítható diktátora volt, az előző időszakban a Ceausescu család. És a minden diktátornak az bizonyos idő után elhitte, hogy neki küldetése van, Orbánra is, is megjelenik ez a jellemző, és akkor ő kitalál valamit, és azt a valamit is, azon kívül, hogy fényűző palotát, 60 pusztát épít magának például, vagy a, a, a hét hírei közé tartozik egy felvétel. Putyin elnök hihetetlen Hihetetlen rezidenciájáról az egészében. Ezen túlmenően úgy gondolja, hogy amit kitalál, az, 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 az úgy jó a világnak és az országnak, és ő azt keresztülveli. veli. Na Csehőcseszkőn keresztül verte, neki az volt a filozófiája, hogy minden rossznak az államadóság megoldása, és felszámolta az államadóságot. Tehát Romániával volt egy időszak, a Ceausescu korszakkal nagyjából zárult, amikor az egész országnak az államadósága a legjobb mutató volt. Nem volt időarányos veszteség, mert nem volt. Nem engedte meg az államadóságot, és az összes korábbit visszafizette, hogy ő akkor tud nagyon önálló lenni, ha nulla. Ha ebben az időszakban esett vissza a román állampolgár, a román embereknek és az erdélyi magyaroknak is, egész Európában drasztikusan és tragikusan az életszínvonala. Mert ezt úgy hagy, tudta végrehajtani, visszafizetni, hogy a vállalatoknál nem hagyott forrást a fejlesztésre, munkanélküliség volt, az embereknek nem engedte meg, hogy bért adjanak, a gyárak és a importálni nem lehetett, és kiürültek a román boltok, nem lehetett Romániába semmit se kapni, de nem is volt rá pénze az embereknek, kifejezetten rengetegen éheztek, és rengtenetesen nagy volt Romániában a szegénység, és a román gazdaság romokban hevert Pedig az a mutatója, hogy az állama, hogy hogyan áll az idő arányos hiány, miután pár év alatt kifosztorva az országot, megszabadult az államadóságtól, onnantól meg arról szült, hogy időarányosan egész évben nullán kellett állni, vagy nem keletkezhetett hiány a román gazdaságban. Úgyhogy ez a mutató, ez nem feltétlenül, nem, ne, nem, egy olyan. Fontos figyelni, trendekből le lehet vonni von, következtetés. Ha az ország gazdaságának a versenyképessége az utolsó helyre visszaesett, az egész év, akkor rosszul mennek a folyamatok. Ha ugyanebben az időszakban az emberek költése növekedett, akkor azt lehet mondani, hogy túl sokat költünk, ahhoz képest, és emiatt a versenyképességben nem maradt forrás a fejlesztésekre. De ha a költésünk is visszaesett, és a versenyképességünk, akkor az azt jelenti, hogy antitalentumok és bűnözők vezetik az országot. Úgyhogy ez kicsit hosszabb volt, elnézést kérek, de talán így elgondolkodtató. Gyuri kérdezik, hogy hogy működik pontosan az Európa Ügyészség. Tegyük föl, ha mondjuk holnap csatlakoznánk, milyen következményen lennének Magyarországon. Megpróbálok rá, mert beszélgettünk egy párszor, most az előzőnél kicsit tömörebben válaszolni, de a, azt is fontosnak tartom, hogy elmondani, hogy ma, aminek tehát van egy előfeltétele. Az európai ügyészséghez való csatlakozáshoz az Orbáni rendszernek meg kell buknia. Mert ezt meg kell érteni, hogy nem úgy van, hogy Orbán Viktor akarja, vagy nem akarja, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Nem véletlenül módosította az alaptörvényt is úgy, hogy úgy gondolja, hogy ha feles többséggel valamiért mégiscsak elveszíti a hatalmat, akkor se tudjunk csatlakozni az európai ügyészséghez. Magyar Péternek is ezt egyébként tudnia, kell, tudnia kellene, hogy akkor sem lehet ezt más, megtenni másnap. Ahhoz kell az a jogi eljárási ismeret, amely azt mondja, hogy feles törvényen is a bűnt ki lehet írtani az alaptörvényből, és ha ott azt végrehajtottuk, akkor lehet, hogy lehet csatlakozni az európai ügyészséghez. Orbán Viktornek azért állította ezt be, és azt mondom, hogy nem csak a mániája, hogy nem csatlakozik az Európai Ügyészséget, az azért van, mert ha csatlakoznánk, és az Európai Ügyészség működési rendje, és majd válaszolok a kérdésre, a működési rendje beindulna, akkor az Orbáni család, Orbán Viktorral, Tiborcsal, Lázár Jánossal, Rogán Antallal, Mészáros Lügyzet, egyszerűen vonulnának be a börtönbe. Tehát ha bele kell érni magának, hogy ha egy bűnöző vezető ország is tudja Hogyha valamit meglép, ami az országnak még az is lehet, hogy ha megtenné, akkor bizonyos dolgok elméletek könnyebben mennének, mert például az Európai Unió nem veti föl, mert nem kötelező az ügyészséghez való csatlakozás. De egészen biztosan sokkal rosszabb pozícióba volna a pénzek visszatartásának, az uniós pénzek visszatartásának, mert hivatkozhatnánk arra, hogy az uniós pénzeket nem csak úgy lehet védeni, hogy Magyarország, bizonyítja, hogy a közbeszerzési szabályait, a jogszabályait, stb. hogyan alakította, hogy az uniós pénzek ne kerülhessenek mondjuk oligarchákhoz, de főleg nem bűnszervezethez, hanem akkor ezt a feladathoz nem kell a magyar jogot olyan szigorúan átalakítani, mert ellátja az európai jog alapján az európai ügyészség. És akkor ő emel vádat, végigviszi a vádat, és az illatők börtönbe kerülnek. És ezért teljesen kizárt Orbán, hogy megengedhesse ezt magának, még az utódjának sem, ha azt véletlenül 51 os többséggel a, a, a demokrácia elkötelezettjei mondjuk megnyernék, mert akkor ő börtönbe kerül. Ja, ezért arról Ezért erről való beszélgetésnél én mindig azt mondom, hogy az első lépés, hogy meg kell szabadulni az Orbáni hatalomtól. Arra kellene nagyon koncentrálni. És utána, ha az európai Orbáni hatalom megszabadultuk, akkor nagyon sok ajtó megnyílik, és abból egy fontos lépés lenne, teljes mértékben egyetértek az összes ellenzéki párt ezt követeli, és követeli Magyar Péter, és ebben teljesen egyetértek, hogy ha nem vagyok bűnöző, nem kell félnem az európai ügyészségtől, és akkor ebből következően természetesen csatlakoznám. Minden nemzetközi szervezetre igaz. A nemzeti államokhoz képest. Mondjuk a magyar ügyészség, az nagyon-nagyon kis kivétellel azt lehet mondani, hogy van feladata minden bűn. Tehát a bár kisebb, nagyobb, mindenféle bűn felett neki van egy odafigyelési kötelezettsége. Van kivétel. Tehát vannak úgynevezett olyan eljárások, amiben az állam azt mondja, hogy nem akarok beavatkozni két magánszemély között vannak olyan típusú viták, amelyben azt mondja, hogy ez nem az ügyészséghez tartozik, hanem ez úgymond magán, indítványra indítható eljárás. Tehát amikor azt mondja, hogy az ügyészség ugye látja, hogy ott valamit elkövetett valakivel, hát gondoljunk bele, bármilyen pofon, mindegy, hogy egy férj adja a feleségének, vagy bármi, bármilyen megközelítésben egy pofon, az, az bűn az, hogyha, ha abban vizsgáltott folytatnak, akkor az bűn. De mégis az van, hogy egy családon belüli vitánál, stb. azt mondja, hogy ezt a fajta eljárást ugyan az ügyészség viszi végig, de indítványozni, feljelenteni a sértetnek kell. Tehát egy magánindítványra vonatkozik van, és hogyha vitatkozom és kizárlak a lakásból, nem tudsz hazajönni, akkor a lakásba nem tudtál bejönni, ez akkor ez egy, ha te valóban a te otthonodak, az otthon védelme, védelme, az egy kötelezettség az ügyészségnek, de onnantól lépő föl. Tehát onnan tud, hogy pont, pontosan fellépni, amikor, amikor a érintett magánindítványjal egy magá, bejelent egy feljelentést, és erre elindul egy eljárás, amit utána átvesz az ügyészség. De ha az illető nem jelenti fel a társát, mert azt mondja, hogy ez egy házastási vívódás volt, a, egészen nem ilyen, akkor nem indul el ez a járás. De nagyon kevés ilyen kivétel van a e, rendszerben. Az ügyészség a nemzeti hatóságnak, vagy a nemzeti bíróságnak, a nemzeti jogszabálynak minden ügyben, tehát minden ügyben, ami felmerül vita két fél között, kell lenni olyan jogszabályi megközelítésnek és olyan eljárásnak, ha ez mondjuk büntető kategóriába tartozik, ahol az ügyészség vagy a bíróság azt a vitát el kell tudni döntenie. A nemzetközi bíróság vagy a nemzetközi ügyészségnél ott az a szabály, tehát az egészében, hogy egy állam önként mondja, hogy alávetette magát a Strasburgi Emberjogi Bíróságnak, és annak a döntésének, az Európai Unió bíróságának, vagy az Európai Unió ügyészségének. És ott az nagyon szigorúan le van fetve, hogy milyen ügyekre vonatkozik. Hát, hogy mi az, amiben beleszólhat, tehát ahol ő nyomozhat és vizsgálatot folytathat. És hát nem annyira, nem annyira meglepő, de hogyha nagyon a kérdések egy, pont, egy viszonylag pontos választ akarok adni, akkor ez úgy van, hogy ahol az Európai Unió anyagi érdeke, uniós közösség pénze, vagy annak nem csak az, hogy adtam hozzá pénzt, tehát nem csak abban nyomozható, amire az Európai Unió pénzt adott, hanem ahol az Európai Uniónak a gazdasági-pénzügyi közös ügyei, közös ügyeit érinti. Tehát itt van azért olyan, ami alanyi jogon jár, tehát mindenki befizet lakosság arányosan valamennyi pénzt, és akkor például ott van a mezőgazdaságban a föld alapú támogatás, az alapvetően alanyi jogon jár, de föld alapú, tehát arra a célra szolgáló támogatás. És hogyha ott lép valaki, nemzet, valaki mit olyan egy társadalmon belül, amelyik ezt a pénzt jogellenesen magához vonza akkor ott van az Európai Unió ügyészségének a jogköre, ha tagja vagy, tehát ha alávetetted magad az ügyészségnek. Én azért azt gondolom, hogy az Európai Uniónak már régen meg, kellene, meg kellett volna azt fogalmaznia, mert nem példaértékű, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem úgy önkéntes, hogy ha akarom igen, ha akarom nem, hanem hogy összekötöm valamivel csak egy példaképpen mondom, és akkor mindenkinek érthető lesz, az Európai Unió bíróságához. És egy megállapodás, hogy csatlakozom, hogy oda kötöm, elfogadom, de ezt egy nemzetközi szerződésben fogadom el, hogy ezekben a kérdésekben az Európai Unió bíróságának döntését kötelező érvényűnek tartom. De mit mondott az Unió? Az Unió nem azt mondta, hogy kész és ott vagy az a bíróság hatásköre alatt vagy, hanem azt mondta, hogy te döntöd el, hogy aláveted-e magad az Európai Unió bíróságának, az Európai Unió alapokmányának egy fejezette az Európai Unió bíróság. Tehát én nem, nem azt döntöd el, hogy nem, nem én szólok bele, hogy te kötelezően az vagy, hanem nem kötelező az unió tagjának lenni. Tehát ha az unió tagja akarsz lenni, akkor annak feltétele. Ugyanígy a Strasburgi bírósággal egy kettő szerződése van Magyarországnak, meg Ausztriának, meg a másiknak, tehát nem az Uniónak van szerződése a Strasburgi Bírósága, hanem minden tagállamnak, az Unió minden tagállamának. De nem tudsz belépni az Unióba, ha a Strasburgi Bíróság, amelyik az emberi jogokat megköveteli, azt elméletileg azt, azt, vizsgálja és ar, arra figyel oda, mert az emberi jogok alapvető értékét képezik az Európai Uniónak, annak a klubnak, amiben be akarsz lépni, és ha abba a klubba be akarsz lépni, akkor feltétel, hogy kössél megállapodás, és ez igazolt felém a Strasburgi Ellenemberjogi Bírósághoz. Na ezen az alapon, Nyugodtan mondhatná az Európai Unió, és nyugodtan fölvetődhetne, és dönthetne is abban, hogy a jogállamisági feltételeket állítsd helyre, ez az egyik feltétele. De miután arról szólnak ezek a fejlesztések, a felzárkózási segélyek, arról szólnak, hogy a érd utol az unió értékeiben az unió átlagát, ezért azt, hogy azt a pénzt te hogyan használod föl, arra van egy szervezetem az ügyészség. És maradhatsz az unió tagja, és nem kell belépned az Európai Unió ügyészségébe, ez a saját döntésed, ugye így, ala, így alapították meg az Európai Ügyészséget, de addig nem adok neked felzárkózási forrást, mert az ellentétben Lázár Jánossal, Orbán Viktorral, Gulyás Gergelyel, és nagyon sok ellenzéki politikussal is, aki azt mondja, hogy az jár nekünk, de csak a szánk jár, mert az egy segítség. Azt más Európai Unió vállalatai és állampolgárai teremtették meg azt az értéket, amiből átengednek Magyarországnak vagy a felzárkózó országoknak, átengednek azért, hogy ne legyenek akkora különbségek az unión belül. De ez segítség. Németországnak a egény nem járt hanem hogy is, fölajánlották, mert mindent táborúba elveszített, kártérítésre mindenre kötelezték, de azt gondolták, hogy ha végtelenségig, szegénységben ott marad, ott marad Németország minden gyárában, mindenben lerombolva az egészben, akkor olyan szegények lesznek az emberek, hogy rendre föl fognak lázadni, és ha úgy tetszik, akkor egy ország éjség lázadása lesz, hogy meg fogja támadni ismét a szomszédját, kisebbet, nagyobbat, és minden kezdődik előről. És akkor azt mondták, hogy zárkozz föl, de viselkedj úgy, ahogy azt a mi Európai a békében, békében elképzeljük, és ehhez feltételeket szabtak, majd adtak hozzá egy segítséget. Úgyhogy azért nyugodtan lehetne mondani, hogy én adom neked ezt a segítséget, de nekem van egy szervezetem, aki megnézi, hogy arra fordítod-e, amire adom. Ezt úgy hívják, hogy Európai Ügyészség. Ezért nem baj, ha nem akarsz belépni, ez nem olyan fontos, maradhatsz az Unió tagja, de semmilyen olyan nem földalapú, tehát nem az alanyi jogon járó forrás, hanem felzárkóztatási, fejlesztési, pályázati forrás, mindaddig, amíg én azt nem ellenőrizhetem, hanem odadom neked, és te úgy mondod, hogy majd én magamat leellenőrzöm. Addig azt nem adom és ezt már rég meghozhatta volna, sőt, meg kellett volna hozni az Európai Uniónak. Tehát, hogy ebben jár. Van még, nincs benne a kérdésbe, de e, 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 van benne egy olyan gondolati kör is, az nagyon sokan megfogalmazzák, és az alapban igaz van, a valóságban Orbán Viktorék pontosan tudják, hogy nem feltétlenül van igaz, hogyha természetesen, amikor valaminek alávetjük magunkat, akkor az alávető szerződésben mondhatjuk, hogy de csak amiket te vizsgálhatsz, azt innentől vizsgálhatsz, abban vádat emelhetsz, de csak a jövőt tekintve. Tehát nem nyúlhatsz visszafelé, hogyha én meg is értettem azt, amiért te vádat emelhetnél most, én velem szemben, a Nemzeti Bíróságon is, ahol az esetleg az uniós jog miatt téged börtönre is kéne ítélni, ez csak egy jövőbeni cselekedete. Az Orbán Viktor ezt sem tudja beválni, bevállalni, mert a bűnnel fölépített hatalmi rendszer működtetéséhez továbbra is olyan, számt, olyan pénzre és nagyságrendű pénzre van szükség, amit csak bűnnel lehet megszerezni. Tehát egyrészt nem tudná abba adni a bűnelkövetést. Kettő, ez nem ennyire egyszerű, csak az elve ilyen egyszerű, hogy visszamenőlegesen nincs jogat, jogalkalmazás, mert bizony nagyon sok minden van a világban, a nemzetközi jogban, ami ettől az alapelvtől kivételben eltér. Ja, észben. Ezért, ha valaki megvesz mondjuk egy magánember, egy másik magánembertől egy altót, ugye, és utána valaki feljelentést tesz, hogy ez egy tartó és kiderül, hogy tényleg tartó, akkor az eredeti tulajdonosnak vissza kell adni az autót. És a, a, aki a tartót eladta, meg aki a lopott autót megvette, azok kerülnek egymással jogvítonyba, de az eredeti dolgot azt helyre kell állítani, tehát azt vissza kell elni. Meg egyes szerződések is azoknak vannak kihatásaik a jövőt tekintve, de az azt jelenti, hogy visszamenőleg is. Tehát, hogyha nem tudom előrefelé működtetni, mert egy áthúzódó szerződés, és akkor azt mondom, hogy az első felében túlárazhattak és lophattak, a második felében meg nem árazhatnak túl, és a pola nem tudnak vissza, visszaosztani, az ilyen nincsen. Tehát a, a, az egy megvalósuló projekt, és a projekten belül követtek el egy bűnt, és az korábban indul, de folyamatban van, a belépés pillanatában is. Ezért az óhatlanul visszanyúl a projekt, projekt kezdetére. Úgyhogy mondjuk egy ilyen típusú hatása is van, de. Reményem szerint kimerítően vála, válaszoltam, de mondom, nagyon fontos volna Magyarországnak az unióhoz való csatlakozás, de legalább olyan egyértelmű, hogy ez Orbán alatt nem fog bekövetkezni. Tehát minden észre gondolkodással azon kell gondolkodni, hogy Orbántól meg kell szabadulni. És ezt kellene megértetni ellenzéki politikai pártokkal, szakszervezetekkel, civil szervezetekkel, és mondjuk Magyar Péterrel, tehát ez, ez egész gondolkodásmóddal, hogy csak együtt tudnak megszabadulni Orbán Viktortól, és bár nagyon sok mindenről eltérő álláspontjuk van, de könyörgöm azt most hagyják figyelmen kívül, vegyék le abból az új nemzeti a kerekasztartól, arról az új ellenzéki kerekasztalról, úgy tetszik, ezt a témát le kell venni, hogy egyiknek mi a véleménye a klímavédelemről, a másiknak más, vagy milyen súly, súlyt kell neki adni környezetvédelem, klímavédelembe, emberjogi ügyeknek, gazdasági fel mennyire kell szociáldemokratának lenni, hogy a keretkező javaknak nagyobbik részét kell a jelenleg élők számára visszaosztani, kicsit a fejlesztési források kárára, majd mondjuk egy konzervatívabb gazdaságpolitikai azt mondja, hogy legyél egy kis türelemmel, minden forrás, vagy a források nagyobb részéből fejleszél, és amikor fölgyorsult a gazdaság és sokkal törmet termel, akkor ha kevesebb arányt is fordítottam a szociálpolitikára, az összességében sokkal több lesz, mint hogyha a jövedelem termelő képességemre kisebb hangsúlyt helyeztem volna. Ezek mind eltérő, a társadalmi vitát, stb. követelő, és érvelni lehet mind a kettő mellett, eltérő vélemények. De az, hogy egy bűnszervezet vezeti, az nem jó az országnak. Ezért azt a vitát, ami el különíti egymástól egy szociáldemokrata programot, egy inkább liberális programot, vagy egy még nem tudom milyen programot, mert, mert csak készülök erre, hogy Magyar Péter Odál, magamat konzervatívnak tartom, de milyen a támogatói köröm, milyen lesz a Tiszapárt tagsági köre. Ugye az észébe, ó, egyébként magam is kimondom, hogy nem csak a konzervatívokat várom, nem a jobb oldal. Ha nem azt várom, és megnyerjük a választást, akkor azért illik nem, a, nem szembe menni a tagsági akarattal. Szóval ezeket még mind nem tudom, de egyet tudok, az Orbáni rendszer korrupt, bűnöző, és nem maradhat. Akkor tessék ezt az egyetlen témát az asztalra tenni, ebben viszont mindenkinek összefogni, még a médiának is, a nem kormányzati propagandagépezetnek, és Orbánt le kell, le, le kell váltani. Következő kérdést, Tóth István Zoltán kérdezi, hogy kérdezné, hogy most a kínai elnök, mint helytartó jött Magyarországra, hogy a felvett pénz elköltését valamint területfoglalást megnézze, vagy valami más. Kérek tőletek egy picit türelmet, azért ezért csináltam egy képet, mert szokásom szerint azért erre egy kicsit szélesebb körű választ fogok adni. A hét különleges eseménye, de nyilván abból a legkiemelkedőbb eseménye, hogy Magyarország 20 év után Xi Jinping, a kínai, és én nem véletlenül a fejrovatban. a fejszínbe, és nem sikerült azt csinálnom, amit akartam, most már látjátok. Nem véletlenül a felcímbe azt a ö, ö, kifejtettem pontosan, hogy nem a kínai elnök, hanem a Kínai Kommunista Párt központi bizottságának elnöke, aki a kínai elnök. De a jellemrajza az nem az elnökből következik, hanem a, 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 az ő személyiség jegye, hogy ő a kínai kommunista párt központi bizottságának elnöke, aki egyben a kínai köztársaság, népköztársaságnak is az elnöke. És ő van itt. Márpedig, ha ebben a pozíciójában van itt, akkor ebben a pozíciójában kellene értelmezni a vele való tárgyalást. És ha most először, hogy Magyarországnak, és nem térünk ki, hogy az példa, nem térek ki arra az akumgyára kérdéseiben, hogy az a magyar gazdaságnak ad elég hozzáadott értéket, van-e hozzá energiánk, tönkreteszi a vízkészletet, mindegyikről negatív a véleményem. Tehát úgy negatív, hogy igen, tönkreteszi, nem ad elég hozzáadott értéket, és nem képviseli hosszattában a magyar gazdaság érdekét. De kérem, hogy ezt most tegyi, tegy, tegyük félre önmagában, az, hogy tárgyalnak olyan gazdasági kérdésekről, hogy Utat építe, vasút, ugye vasútvonal a napi renden lesz, hogy további autógyárakat építe, építene Magyarországon. Tehát a világ gazdaságának az egyik legnagyobb szereplője. Összességét tekintve, ezt mondtam nektek, hogy a legutóbbi adatok, adatok szerint nagyjából ugyanakkor az gazdasági összesítménye az Egyesült Államoknak, mint Kínának. De itt mindig kiszoktam nektek javítani, hogy értsétek, hogy ez nem azt jelenti, hogy utolérte az Egyesült Államokat. Meg Kínába ez közel másfél milliárd ember hozza azt a gazdasági teljesítményt, az Egyesült Államokban meg 300 millió, az egyötöde. Tehát ötször nagyobb a versenyképesség, a hatékonysága, és hát sokkal kevesebb pénzt kell költeni, azért érnek sokkal jobban az amerikai egyesült államok állampolgárai, mert ebből az összehozott jövedelemből Kínának másfél milliárd embernek kell szociálpolitikát, oktatást, egészségügyet biztosít az Egyesült Államok, meg 300 millió embernek. És akkor nyilván, ha ötször annyit tud fordítani oktatásban, egészségügyben ember, akkor az Egyesült Államokban sokkal jobban élnek, sokkal szabadabb a világ, és sokkal gazdagabbak és fejlettebbek. De mégis azt mondom, hogy egy harmadik ország, tehát itt van Magyarország 10 millióval, és 9,5 milliós népességével. A világ legnagyobb gazdaság tömörülésé szempontjából mindegy, hogy ők hányan állították elő egy akkora gazdaság itt tömb, egy akkora piac, egy akkora lehetőség a Kína, mint az Egyesült Államok ebben a gazdasági dolgokban, és azt mondja, hogy ha, ha, túl tudjuk magunkat tenni, és ha valóban békében, stb. gondolkodunk, akkor nincs vele baj, hogy, és az nem sincs baj, hogy örülünk neki, hogy egy ekkora gazdaság vezetőjének, hát porszem a kínai gazdaság szempontjából teljesen lényegtelen Magyarország. És mégis 20 év után ugyan, de ide jött. És nem is egy órára egy ilyen készfogásra, hanem jól előkészítetten, hát ha nem is három teljes napra, hanem kettőre, mert tegnap ugye este, az esti órákban érkezett, és körülbelül ugyanannyira, mint tegnap este jött, holnap el fog menni, tehát a kettő között 48 óra van, tehát a nemzeti sport meg a a, a különböző kormányzati megszólások három napot volt így, míg mit tudom én, a franciáknál csak egy napot, tehát a részében nem kettő napot volt így, de hogy ezzel mi e, tárgyalunk az teljesen rendben van. Az viszont igaz, hogy oda kellene figyelnünk, hogy akivel tárgyalunk, a magyar megbízott, az meg tudja védeni, mert akárhogy is vesszük, mi egyenragú felek szeretnénk lenni. Nye? Tehát ha belegondoltok, amikor vesztek, vagy vesz valaki mondjuk egy, egy suzuki -t. tehát hogy ne, ne a nagyot emeljük ki, nem mert vesz itthon egy Suzuki-t. És akkor megnézzük annak a családnak, aki képes volt megvenni egy suzuki -t. Meg a Suzuki gyárnak, hogy a Japánban a Suzuki gyár központjában a gazdasági potenciája, hát az milliószoros. De azért ugye azt mondjuk, hogy nem, én azt az egy suzuki megvettem, és ott én nem akarom háttérben érezni magam. Ezért kérem, hogy tessék számomra biztosítani az öt év garanciát, hogy az az autó ne romoljon el, ha elromlott szavatosság időn belül, akkor azt tessék nekem megtéríteni, pedig egy milliószor nagyobb. De itt nagyon tisztán érzem az érdekemet, hogy vehettem volna máshol, csináltam máshol, nagyon nagy hozzám képest, de vele szemben, mikor tárgyalok, mikor megnézem, hogy milyen feltételekkel, finanszírozással, stb. adja nekem a suzuki akkor nem az van, hogy ő azt le tudja nyomni a torkomon, mert nincsen egyéb érdekem. De az az érdekem van, hogy autót szeretnék venni, de nem feltétlenül ezt, és csak egy ilyen, a kicsi vagyok, de egy autót veszek, de egy ilyen rangú partnered vagyok. Nos az az a büdös a kínai elnök, esetében, és amit lehet látni, hogy persze a nagy, ha megtehetni, a Suzuki is, ha megtehetni, akkor nagyon tetszene neki, hogy én, mint vevő, ne legyek ebbe az egyenrangú pozícióba. Hogy értsétek, nem akarok nagyon messzire elmenni, de saját életemben és saját tárgyalásomban Rók tudom elmondani, vendége voltam a Suzuki családfőnek, a családnak a 90-es évek Kint voltam Japánba, vállalkozók szövetség elnökeként a japán kormány meghívására, és az én tiszteletemre adott, az az egymilliószor nagyobb Suzuki elnök, adott egy adott egy vacsorát, ugye ez most egy, volt egy dicsekedésem az irányatokba. De a vacsorán ő megpróbálta az japán Suzuki a családfője, ugye megpróbálta nálam azt mondani, hogy Hát nagyon szívesen támogatja a magyar vállalkozókat, azokat a célokat is, amit én mondok, de én is támogassam abban, amit az akkor friss Antal kormányval, emlékem szerint Kádár Bélának felvetették, hogy ők jöttek ide először gyárat építeni, és hogy a magyar állam ezt hálálja meg annyira, hogy ők ide jöttek és ez egy bizalmi jelképet mutatott a nyugati világnak, hogy ezt hálálja meg azzal, hogy ha Németországból importál Artur, akkor egyrészt vessen ki rá 20-30%-os kamatot, vagy még bármelyik más nyugatáról, vagy Amerikától, Angóra, mindegy, mert hogy ő idejött, és itt csinálja, és akkor az, amit itt csinál, az itt van nekünk, de, hogy is évek, de minden másra vessen ki 20-30 százalékos védővámot, segítsen ennyit a Magyarországon lévő Suzuki gyárnak, adjon vissza valamit ebben a, ebben a gesztusban. Aztán a következő kérdése az volt, hogy az alkatrészekre még nagyobb vámot vessen ki, hogy, hogy akkor az emberek érezzék, hogy ha üzembe tartják az artójukat, a nem szzuzukiukat, akkor avval gazdaságilag nagyon rosszul fognak járni a, 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 az egészben. Aztán azt mondta, hogy kontingens is határozom meg. Tehát, hogyha Magyarországon átlagosan mondjuk 100 ezer kocsit akarnak menni az állampolgárok egy évben, akkor úgy adjon ki importengedélyt a német, a japán, a, nem a japán a német, az az amerikai, az angol, az olasz fiátra és a, az artokra, vagy akár Oroszország irányába, úgy adjon ki, hogy az összességében ne legyen több mint 50 ezer. És akkor, ha ő mindig birtokolhatja a magyar piac legalább 50%-át, mert a másik, még ha jobb artút is akar behozni, vagy jó, lenyeli ezeket a vámokat, meg egyebeket, neki akkor is biztosítva van, mert az igény 100 ezer artú, és a 50 ezer akkor is Suzuki-t fognak megvenni. És akkor kérte, hogy ezt támogassam, de én előtte Kárdár bérával beszélgettem és ugye mondtam, mert a VOSZ vezetőjeként meg is kaptam véleményezésre, hogy hát szépen le volt írva a tanulmány, hogy az egyik országban létezik olyan, hogy kontinges a másikban létezik olyan, hogy, hogy, hogy védővámmal határozzák meg, stb. nem sorolom tovább, de olyan, hogy az összeset vezessék be, olyan sehol nem létezik, mert ez az összes többi gyakorlatilag érdektelenné teszi, és monopóliumba fog kerülni, és onnantól kezdve lehet egy, szeretheted a kis Suzuki-t, de hiába vagy sikeresebb, vagy, vagy nagy családot, hétfős, a többi, Akkor neked akkor is az akkori Suzuki Swift az egyetlen, mert csak ezt lehet kapni Magyarországon, és ugye nem volt magyarországi gyártás. És hát az erőfölényben lévő tárgyaló partner, és ez most Xi pingre is igaz, mikor itt van, akkor nyilván a vasútépítésnél a finanszírozás, hogy mekkora kamatot kapcsoljak hozzá, a munka, hogy milyen onkerül legyen itt, hogy esetleg engedjük ide a kínai rendőröket is, hogy esetleg vegyünk meg olyan szoftvereket a kínai államtól, amivel Orbán Viktor tud mindannyiunkat ellenőrizni, de ő is tudja az Unión belül Magyarországon minden embert ellenőrizni, tehát ugye, és ő ezt meg fogja próbálni. És a kérdés, hogy van-e ellenálló képessége Orbán Viktornak, hogy ezekre azt mondja, hogy mi nagyon szeretnénk önnel üzletelni, de csak egyenrangú partnerként. És az a baj, hogy valószínűsíthető, okkal megfogalmazható, hogy nem. Tehát, hogy nem, 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 nem ebbe veszett Orbán Viktornak a diktátori pozíciója a lényeg. Hogy itt van Xi Jinping, és ő neki azt mondja, hogy az Unióból ki fognak nyomni minket, ott mi nem lehetünk, ott ő nem tudja a diktátori hatalmát megőrizni, és elő kell készítenie, hogy milyen gazdasági és politikai kapcsolatai lesznek Magyarországnak, ha ő még mindig a fidesz kdm például az ország miniszterelnöke és kormánya, de mi már nem vagyunk se a nato sem az Uniónak a tagjai. És akkor ne romoljunk, ne omoljon össze abban a pillanatban a magyar gazdaság. És ehhez olyan gazdasági szereplőket kell behozni, és egyébként, mert ez kell nekem a hatalom megtartáshoz, ezért a másik fél, az diktálhat a számomra, olyan hitelszerződést, olyan garanciális szerződéseket kell kötnöm, amiben belerokkanunk. És én ettől tartok nagyon. De azt gondolom, hogy egyébként Kínával lehetne normális szerződést is kötni, csak nem Orbán Viktorral. Ő vele biztos, tehát sajnos nagyon nagy valószínűséggel ő vele biztosan nem így van. Tehát, hogy nem ez lesz. E, nyilván, ugye most a kérdése volt, hogy területfoglalás, nem gondolom, hogy Magyarországon területet akar foglalni e, a kínai elnök, hanem teljesen mindegy, területet az unión belül szeretne bent lenni. De egyébként az a meggyőződésem. Orbánviti ezt nem látja, és a kínai elnök meg nem mondja neki, hogy ugye nekem azért vagy egy kicsit felértékelve, mert nagyon sok politikai hasznot tudsz hozni, mert nekem az európai gazdaság az nem csak gazdasági partner és piac, hanem versenytársam is a világgazdaságban. És ha te ott rombolod az unió versenyképességét, rombolod az unió reakciósebességét, megítélését, akkor a harmadik piacokon az unióval szemben Kína előnyt szerez. A ráadásul, hogyha az Unió velem szemben szankciókat el akar előkészíteni, mint például az Egyesült Államokból, ez várható a Trump elnöknő, akkor Trump lenne ismét az elnök évvégén, akkor meg rettenetesen. Akkor pedig nem az a lényeg, hogy ez magyar, az unión belül van egy kis pontom, és egy kicsit nehezebb olyan uniós nemzetközi kereskedelmi egyezményeket kötni, amely úgy, szankció, úgy, úgy szankcionál, Hogyha unión belüli, tehát olyan szankció, hogy erősítem az unión belüli piacot, az unión belüli vállalkozásokat, erre vonatkozik az egyezmény, az uniós jog, de az uniós jogban nagyon nehezen meg kéne erőszakolni, hogyha azt mondom, hogyha az uniós vállalkozás van, van ráhatása egy unión kívüli Kínának, akkor megkülönböztettem hátrányosan az unió valamelyik állampolgárát, vagy valamelyik vállalkozását, vagy az állampolgárának valamilyen vállalkozását. Ezért van itt egy ilyen szerepe. De az nem igaz, hogy ősívják, hogy a kínai elnök ne tudná, hogy Magyarország nagy eséllyel, ha Orbán hatalmon marad, három-négy év múlva nem tagja az uniónak. De azt mondja, hogy akkor is jó lesz nekem egy korlaboráns, egy kívül, aki kívül van az egész, az egész rendszeren belül, mert akkor azért lesz egy támaszpontom az unió környezetében. Most hadseregben gondolkodnánk, de bármi más. Tehát, mert akkor is jó neki, hogy az unió határán tud logisztikai központot létrehozni. Sokkal jobb az akkumulátorgyárainak a unión belül van, de az kívülre kerül, de nem konténeres hajókkal, satövekkel elhozni Kínából, hanem 50 kilométerre lesz, vagy 50 60 kilométerre lesz például a laktánam azért, nem az nekem jó. Tehát oda mentem a határra. Mindenhogy nem véletlenül a szerbekkel is tárgyal az elnök, pedig szerbejelenek jelenleg semmilyen realitása nincs bejutni az Európai Unióban a szerb elnökkel, elnöknek a politikájával, és a semmi esélye nincs, ezt Kína is pontosan tudja, de azért akkor is a Unióval és több uniós tagállammal határos Szerbia, és ott van neki egy Vucic elnök, aki egyébként diktátor, és politikailag jól tudnak egy nyelvezetet beszélni. Úgyhogy hát ez nem öröm számomra, hogy itt van, de nem önmagában az a tény, hogy nem lehetne gazdasági kapcsolatokat folytatni Magyarországnak Kínával. És hát mindegy, ez volt a dolognak a lényege. Lus Sándor kérdező, hogy a Nemzeti Közszolgált Egyetemen tartott. Mindjárt kis türelmet kérek. Ennek is van egy pontja, csak azt szeretném előhozni nektek, hogyha erről beszélünk. Megvan. Itt vagyunk, tehát Luciano kérdezi, hogy közel tartott előadást a holokauszt tagadó volt iráni elnök, hiába próbálták eltitkolni, botrány lett belőle. Szóval az, hogy a kép közepén látható, ez ugye legalacsonyabb, hogy a, ő, a volt iráni elnök, de ma is befolyásos egyébként iráni, iráni politikus, és pont azokban a kérdésekben befolyásolt, ami az ő meggyőződése, az az ő politikai programja. Tehát nem gondolja ő úgy, hogy soha többet nem akar irányba politikai szerep, szerepet betölteni, és pont abban gondolja, hogy irányban az lesz neki a, a propagandájának az, lesz a legke, az a legkedvezőbb, ezt tudja a támogatottságát fenntartani hogy két dolgot megfogalmazott, az, hogy egyébként magát az zsidó embereket, tehát azért nem csak Izrael államot, hanem az ő felfogásában, és nem csak az ővében, hanem a Hamas felfogásában is, az szerepel, hogy látványosan azt mondom, hogy meg akarom szüntetni az Izraeli, Izrael államot. Tehát, hogy ne legyen Izrael állam. Tehát ez ne létezzen. De az óvodában is azt tanítja a Hamas, és az iráni elnök beszéde is azt tanítja, hogy maga a zsidóság, tehát ha az összes zsidót eh, Izrael államban megölöm, eh, az iráni eh, volt ex elnök a filozófia, hogy ha úgy alapvetően a zsidók nincsenek, eh, akkor automatikusan nincs Izrael állam. Tehát amikor azon gondolkodik, hogy ne legyen Izrael állam, akkor azt úgy gondolja, hogy annak az a megoldása, hogy akik nincsenek, annak nincs államuk. Ja, és ez egy rendkívül, tehát, ez a, tehát az aljasságnak ami egészen különleges, különleges pontja. Na most azt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az az elit politikai képzője a Fidesz kormánynak. De a mindenkori elit, a politikai elitjének, a hat, ugye, mert a, a, Fidesznek, az a, a fidesz az Orbáni maffia családnak az a lényege, hogy ő nem máshol képzett embereket akar bírókat, stb. megvásárolni, hanem ő, mint maffia család akarja, mint kormány, uralni az államot és az általa létrehozott hatalmi gépezetet. Ez, ha ez így van, akkor azért neki van, kell, van szüksége parlamenti képviselőkre is, de van szüksége Gazdasági miniszterre és ott dolgozó vezetőkre, van szüksége igazságügyi minisztériumot vezetőkre, van szüksége bírákra, van szüksége tanárokra, ugye, akik azt tanítják, ami a maffia család mindenek előttiségét fogalmazza meg. Tehát ahhoz, hogy egy egész országot a maffia uraljon, ahhoz neki a legkülönbözőbb területekről szüksége van, képzett diplomás emberekre. És a közszolgálti egyetem ezt a terepet tölti be, és amikor a egyetemek után egyébként megszállta az, a, az, egész pedagógus társadalmat, ha úgy tetszik, az iskolákat tankerületek alá vonta, ugye a kész országban a Orbáni rendszer, akkor kellenek a tankerületi vezetők, és kellenek azok az tanárok és iskavezetők, mert nem elég, hogyha ellenőrzöm és a félelme miatt a tanár kénytelen az elveivel szemben tanítani, hanem, hogy ne legyenek elvei, illetve az elvei a maffia család elsőségét, Iránban az iszlámnak azt a szélsőséges gondolkodását, hogy mondjuk a zsidókat ki kell írtani. Tehát ebben a. hogy, hogy ezt alapul tanítsák, mert hogy erre szakosodtak, ezt tanulták meg ezért most éppen 210 családot a 8. kerületben, ugye erővel és minden jogot megsértve kisaják, kiraknak a lakásaikból, hogy ennek az egyetemnek legyen pedagógus képző szakja is. Tehát, hogy egy új kampusza, ahol az ehhez szükséges pedagógusokat képzik. Tehát ez az az egyetem, Amelynek a vezérkara és maga az egész egyetemnek az a kihívása, azt is vállalják a rektoraik, stb., hogy ők az Orbáni filozófiát, rendszert, ami egy maffia rendszer, annak a kiszolgálására fognak képzéseket folytatni, hogy é, a, ugyan semmi köze nincs a kereszténységhez, annak, amit, a, amit Orbán Viktor tevékenykedik vagy cselekszik de ők azt mondják, hogy azt tanítsák, mit vagy, hogy a keresztényi elvek, az nem az, amit a római pápa mondta, nem az, amit Orbán Viktor. És hogy, hogy ti a kereszténység mellett szóljátok, mert annak van elsőbsége, de a kereszténység tartalma az Orbán Viktor gondolatai. Ugye, és azt a hatalmat kell a, a, a hitetek alapján, és mindezek ki, hogy ezen az egyetemen, meghívnak és előad egy ilyen ember, az most teljesen mindegy, hogy erről mit mond a külügyminiszter, hogy de a kormány nem fogadta, és ők az egyetemében nem szólnak bele, nem ez az egyetem, nyilvánvalóan ennek a filozófiában szolgálják ki, az él számomra teljesen egyértelműen Orbán utasítására. Orbán ugyanis bajba van, mert ő van egy azonosság, egy, a nemzetközi életben egy diktátor családhoz tartozik. És egyszerre ott van az ő számára, hogy a diktátorok közössége az, amibe ő tartozik, ezért azokkal kell kapcsolat tartani, mert azok tudják az ő hatalmi rendszerét segíteni. Ugye, és abban szerepet vállal segíteni, és abban egy, egy nyelvet beszélni. Igen, ám, de a diktátorokra az jellemző, hogy ők magukat tartják az Istennek, Orbán is egyébként, tehát a, a, a küldetéstudatokban, és egyébként egymást uttál. sokan egymást utálják. Van, akivel jóban vannak, van, akit utálják. Most Orbánnak itt van a problémája, hogy ott van például Netanyahu az Izrael államnak az elnöke, diktátor felfogású, az a személyiségű, csak ott még volt demokrácia, és mikor leváltották, akkor börtön közeli helyzetbe került, és nagyon nagy energiát fordított arra, újra hatalomba legyen, és leváltsa azokat a bírókat, nyomozókat, ami börtönbe került volna. De Orbán ezt a diktátort nagyon jó barátjának tartja. Orbán a volt és a jelenlegi iráni vezetést is kifejezetten a diktátor pajtásának tartja. Na jó, de ott van a Hamász, és ott van az iz a izraeli háború, a gázai övezetben, és ott az egyik, az iráni vezetés, aki Orbán barátja, az végtelenül és minden erővel gyűlöli Izrael államot, és gyűlöli, gyűlöli a, 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 és támogatja az ottani pal palesztineket, akik Izrael elpusztítását tanulják az iskolába, és ezt képviselik. De? És akkor Orbán ott van, hogy akkor most mit csináljon? Nem nagyon tudja mind a kettőt fogadni, mert az már a, mind a, akkor lehet, hogy mind a két diktátor megharagszik rá. És akkor azt mondja, hogy kiállunk Izrael mellett, mert nekem az a fontosabb, mert az egyébként az Egyesült Államoknak is barátja, Trumpnak nagyon jó barátja, Netanyahu elnök, ugye a Netanyahu kormány alatt, amikor Trump elnök volt, akkor olyan lépéseket tett meg, amit ugye a világban kevesebben, hogy hogy Tel Avivból átvitte az amerikai nagykövetséget az úgynevezett két állami területként dekralált Jeruzsálemben. Ja. És azt mondja, hogy nekem fontos a, font, nagyon fontos a Trump barátság és a Netanyahu barátsága, itt van ez a konfliktus, de ja, ne haragudjon meg rám az irányi vezető. Az én közszolgálati egyetemen, mint az Egyetemi antolója meghívja őt, előadást tarthat. Holokausz tagadásról, hogy nem a zsidók azok valóban rosszak, azoknak, azt az nem kell, a zsidó állam az nem létezik, azt el kéne söpörni, és a e, zsidók bűnösök, és nem bűnhőttek, meg, például a holokauszban, a gázkamrákban, mert olyan, meg nem volt, mondja ez az elnök. Úgyhogy van meg egészen tragédia, de hát ennek a, 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 a e, e, szijátó Péteres Orbáni, Gulyás Geges forgatókönyve, hogy ne veszítsem el a egymással egyébként összebékíthetetlen pozícióban lévő két, két diktátor társamat, akkor az egyiknek közlem, hogy ott vagyok melletted, a, másiknak, a másikat meg az én elitképző egyeteme meghívja a ünnepi pompába, és bármit elmondhat, amit a magyar törvények tiltanak is. Úgyhogy ennél nagyon nehéz, nagyon é, igaza van Sándornak, nagyon nehéz mélyebbre, mélyebbre süllyedni. Hogy azt, azt kérdezi tőlem, Verebé László, hogy mit gondolok a kínai rendőrök intézkedéseiről, hogy az a típusú fellépés, amiben a kínai rendőrök itt vannak, és, és, és tevékenykednek, most, és ugye ez, csak hogy mindenki érts, ez, most az a speciális egység, aki azért van itt, mert itt van a kínai elnök. Tehát vannak egyszer, a, ugye a, a, amiben kötöttünk egy megállapodás Kínával, hogy a publikum felé ez úgy néz ki, hogy, hogy kínai rendőrök, magyar rendőrökkel a turisztikai központokban majd együtt fognak sétálni, hogy nyugodt legyen a kírai ha ott valami gond van Magyarországon, nem úgy viselkedik a kínai turista. A részében, ahogy az elvárható Magyarországon, akkor könnyebb lesz a problémáját megoldani, megértetni vele, hogy ezt Magyarországon nem tehetett, ha ott van a kínai rendőr. Ez is nyilvánvaló az mert nem ezért van itt, hanem azoknak a technikáknak, stb. az átvétele, amire Orbán Viktornak megfigyelő rendszerekben, stb. szüksége van, vagy amit mind diktátorként szükségét érzi, ezek az együttműködések és információk és nagyon fejlett technikák Ezt csak akkor kapjuk meg, ha barátok vagyunk, és cserébe biztosítjuk, hogy a Magyarországon lévő kínaiak, vagy az idejáró kínaiakat Kína meg tudja figyelni. Hát ez a feladatunk szinte száz Tehát nem, én nem tartom 20-nak, nem 30-nak, 50-nek, hanem szinte száz de most van egy olyan csapat is itt, aki azt mondja, hogy a mindenható személy. Tehát a tényleg a legfontosabb ember az, az ő, olyan, mint a tech. Tehát az ő biztonsági felfogásukba, a Kínai Központi Bizottság egyes számú vezetője, elnöke, a Kínai Népköztársasági elnöke, és ők kaptak egy felhatalmazást arra is, hogy azon a jogcímen, hogy egyfajta, Biztonságát e, így lehet garantálni az itt lévő kínai erőnek, hiszen kínai elnöknek egyébként nagyon sok, tehát az, hogy védett személy, az teljesen érthető. A világban nagyon sok kínai, akinek el kellett hagyni a hazáját, e, nagyon sok kínai munkatáborokban tartanak, kínai népeket, a tibeti népet az emberi jogok minden szempontjából megsért, megsértve, embertelen körülmények között tartanak, és ezekben a körülben azért vannak emberek, akik elhagyták, elmenekültek, de vagy otthonról is, vagy már elmenekülve azt mondják, hogy ezt az elnököt, ezt a diktátor, ettől meg kell szabadítani, és más módon nem lehet, mint mondjuk vele szemben egy merényletet elkövetni. Tehát ha már itt van, ha már ezen túlléptük és meghívtuk, és itt van, Magyarországon akkor biztosítani kell számára a biztonságát, és ő azt mondta, hogy nagyon köszönöm. Orbán Viktor is úgy fél mindentől, és olyan rendőri erővel veszi magát körül, amiben semmilyen alapja nincsen, nincsen ilyen veszélyeztetettsége. Na, azt mondja, hogy örülök, hogy neked vannak ilyen emberei, de nekem vannak sajátjaim. És amikor eljövök, akkor azért az van, hogyha magammal hozhatok olyan biztonsági embereket, akik a jogszabályaitokkal nagyon nehezen összeegyeztetően, uniós joggal is nagyon nehezen összeegyeztetően olyan intézkedési jogokat is kapnak, amit egy normál demokráciában nem kapnak. És hát akkor, ha ilyet nem adnánk nekik, akkor nem jön ide. Ja. És hát ez is egy eltérés, hogy, hogy a francia elnök azt mondta, hogy ott tegye meg a fane te pedig azért a francia rendőrség és belügyi szervek sokkal nagyobb biztonságot tudnak garantálni, de ezek az emberek Párizsban is ott voltak. És ők viszont igen, kaptak arra garanciát, hogyha ott azt hiszem Tordai Benszéről hallottam, hogy például akart vinni, ha jól emlékszem, nem biztos, a Unió zászlót egy másik amit hallottam, hogy, hogy tibeti akartak kirakni, akkor ezek az emberek oda és elveszik tőled erővel, amit a magyar joggal összeegyezhetetlen, de elveszik. Tehát elidálnak, megakadályoznak, először udvariasan foggatnak, de addig udvariassak, amíg te nem akarsz élni a jogaiddal. Tehát nem voltam ott, nem tudom a részleteket, hogy Tordai Bence mennyire ragaszkodott a dolgokhoz, de a ők egyébként hajlamosak, a testi erő és a erő alkalmazására is, akár egy magyar parlamenti képviselővel szemben is, ha az erőltetni akarja azokat a jogokat, amivel egyébként a magyar parlamenti képviselő rendelkezik, tehát Tordai Bence nyugodtan mondhatja, hogy én csak a jogommal akarok élni. Csak az a joga nincs meg, hogy Magyarországon a magyar hatalmi szervek vagy állami szervek megvédjék őt, mert adtak engedélyt annak, hogy akár a jogtiprás kategóriájába is beléphessenek ezek a, ezek a kínai rendőrök. Sedon Béla kérdezi tőlem, hogy mi a vélemény a kínai, mind az Irán felé mozdulása a kormánynak, vajon mi lesz erre az EU válasza? Én azt gondolom, hogy a kérdés jelentős részében, de nyilván korábban tette már föl, én is láttam, igen, 50 perccel ezelőtt írta, és utána beszéltem róla, tehát, hogy mi az iráni és mi a kínai, e, e, kínai dologra, mi a véleményem, azt talán elmondtam. Ami a kérdésben egy még negydén meg nem válasz, hogy mi, vajon mi lesz erre az Európai Unió válasza. E, nagyjából semmi, de nem azért, mert nem érdekli az Európai Uniót, hanem ott is azt tudom mondani, hogy azaz, az a kapcsolatrendszer, hogy, hogy mi az, amit mi meg akarunk, az Európai Unió meg akar még őrizni pozitív kapcsolatot Orbán Viktorral, a magyar kormányjal, a jelenlegi magyar kormányjal, az már egy nem létező fogalom. Tehát már ahhoz képest már nem lehet mit tenni. Az Európai Unió szinte valamennyi tagállama, stb., de a vezetőinek szinte mindegyike, kifejezetten őrülne a Magyarország kilépni az Unióból. És a Magyarország Unióból való kiléptetésének azt a verzióját, hogy egyre kevesebb érdeke és lehetősége legyen Orbán Viktornak az unión belül, ne kaphasson pénzt, és azt is látják, hogy Orbán Viktor az itthoni propagandába arra fordítja, hogy azt mondja, hogy ez nekünk járó pénz, nem járó, és azt mondja, hogy ezért nem emelem a tanárok fizetését, és eznek hatása van, pedig a kettőnek semmilyen közének nem szabadna lenni egymással. És azt is látják, hogy ezt az unió lejáratását ezt arra fordítja, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor Orbán ki tud lökni az unióból. És többek között azért nincsen már nagy reakció arra, hogy hogy, hogy, hogy képzelhető el egy magyar választási plakátban, hogy az unió miniszterelnök asszonyák, amit 5, 480 ezer uniós állampolgár nevében nem igaz, hogy esek, tehát támogatásával, az általuk választott személyek támogatásával lett az Unió miniszterelnöke, Orbán Viktort sem lett közvetlenül megválasztva, tehát pont akkor a támogatás, tehát joga van hivatkozni arra, hogy, hogy Orbán Viktor bizalmat kapott a magyaroktól, mint amennyire der Leyennek, mert pont az a, for, a forgatókönyve van hivatkozni, hogy őt az Európai Unió 480 millió állampolgára választotta meg az Unió egyes szám vezetőjének. És ezt a saját választási plakátjaiban a leggonosabb, legajasabb pozícióban tenni óriás plakátokra itt az Európai Unió, emiatt egyébként szankciókat is bevezethetne Magyarországgal szemben. De pontosan látja, és most nagyon fontos ez, amit most mondok, szerintem nagyon fontos. Pontosan látja, hogy ez Orbán Viktor azért teszi, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból. Hisz az Európai Unió államvezetői, és azt mondják, hogy sokkal jobb lenne az Európai Uniónak Magyarország nélkül. Tehát inkább lenyelem a jogsértését, látom, hogy ezt miért teszi, de lehet, hogy akkor két-három éven belül nem nekem kell őt kirúgni, hanem ő eléri azt Magyarországon a magyar társadalom megtévesztésével, hogy az emberek kilép, hogy, a, hogy meglépheti azt, hogy kilépjen az Európai Unióból. Ezért és ebben a pozícióban már az látszik, hogy, hogy a saját érdekeit sem védi az unió vezetői, hogy megszégyenítik, stb. Mert Orbán Viktor már, mint ember, mint politikus, mint egy az uniót segítő, tehát az unió egész érdekeit képviselő személy nulla pozíciónál, nullán, tehát nincs, nincs, annál nincsen lejjebb helyezése, oda van helyezve a részébe. És utána már addig is eljutottunk, hogy ennél mélyebb a szituáció, azt is látják, hogy unió ki akarja venni a magyar, vezetni a magyar államot, és hát vezesse, mondják ők, vagy a magyarok váltsák le Orbán Viktort és akkor úgy, mint a lengyeleket, akkor visszafogadják a közösségbe. Ha időbe leváltjuk, akkor nem kell visszafogadni, mert az egy nagyon hosszú idő folyamat ugye az részében, hanem még nem távolul, még nem lépett ki, és az alatt a lengyel nép leváltotta Kasinszki családját, és abban a pillanatban most már a megszüntetik a következő napokban, hetekben, megszüntetik a, a lengyelekkel szembenik valamennyi jogállamisági a hetes szikkei elj eljárás. Ez van Magyarországnak is, hogy az is jó az Uniónak, ha Orbán Viktor a magyar nép föntartja, és akkor kiviszi az Unióból, sokkal nyugodtabb lesz, sokkal hatékonyabb lesz az egész és ezért akár le is nyeli a dolgokat. És természetesen van a diplomáciának néhány kötelezettsége, tehát egész biztosan tiltakozni fognak, bár tiltakoznak is szerintem, az Iránnal valószínűleg túlzott kapcsolatban, és ha kijönnek, hogy mi az a 16 szerződés, amit Kínával kötött, mert azért a franciák is kötöttek vele, a kínai elnökkel egy csomó szerződés, ha az konkrétan meg lesz, hogy ezt csugározták, hogy 16 nagy nemzetközi szerződést fogunk kötni, akkor az, ami abból az Unió érdekeit sérti, arra el fogják mondani, hogy a súlyos hiba volt. E, úgyhogy ez, lesz a, ez a diplomácia válasz, lévőben az, hogy semmi gond, sokkal jobb lenne nekünk Magyarország nélkül ez az unió tagállamainak, állampolgárainak és vezetőinek, döntő többségének ez az álláspontja. Ki fognak lépni? Menjenek! Angliát sajnálták, magyarok menjenek! Ágnes kérdezi, hogy mi a vélemény arról, hogy állítólag Magyar Péter, a meta jogi képviselője, és hogy a globalisták emberi azok, akiket az EP képviselőjének javasol ő, azon kívül fel szalámízza az ellenzéket, tőlük vette el szavazatokat, nem a Fidesztől e, nagyobb részt. Hát ugye nem egy egyszerű kérdés, de nem, nem egyszerű napokat térünk. tehát ugye nem egyszerű kérdés. Mint tudjátok, ugye van Külön, külön, poszt is erről voltam, ugye vasárnap ott voltam Magyar Péternek a Debreceni nagygyűlésén, de előtte ott voltam a, a Vajzsi Zsilinc a Deák a parlamentig, és e, ott nem, azt nem hallgattam végig, de ott voltam, megnéztem a március 15 ig első tüntetését is. De azóta nagyon sok idő eltelt. És azért formározott az embernek a, tehát a, hogy, hogy mit lehet valamivel kezdeni. És ezt megválaszoltam nektek már múltkor, én most csak erősíteni tudom, mert nem változott a további véleményem. Hogy nekem nincs jó véleményem Magyar Péterről. Nem örülök, hogy a magyar társadalom nagyon széles köre, több százezer ember. Talán egy akkora tömeg, amely a létező ellenzéki politikai aktívabb, szebb, aktívabb állampolgárokkal együtt le is tudja váltani az Orbáni rendszert. Tehát, hogy ez, e és nekem az a becsületően mondjuk 700.000- ezer, 800.000 ezer ember, aki most ő benne látja, hogy az ő erejével együtt már leválthatta az Orbáni rendszer, én abban, az, abban vagyok érdekelt, és azért rukkolok, hogy ez megvalósuljon. És azt a kérdést, hogy eh, eh, van-e valamilyen globalista háttér hitek kapcsolatrendszere? Abban egyébként, hogy egyébként ott megvett emberei, itt azért olyan eh, szélsőséges gondolkodások vannak a világban, amelyekre én nem értek egyet, de hát így lehet embereket hergelni, de mindegy a részében, de értem, hogy kérdés, hogy mi van mögötte. Az mondjuk tény, hogy a eh, ellenzéki politikai pártoknak szerintem megfelezte a szavazó táborát. Tehát, hogy, hogy, nagyon sokat. Tehát, hogy nagyon sokat vett el, nem arányosan. Tehát a demokratikus koalíciótól szerintem kevesebbet, 20-30 százalékot, a Momentumtól, a két kutyapártól, szerencsére a mi hazánk mozgalomtól is, meg több mint az 50 százalékát. Tehát ez, ez mondjuk egy tényhelyzet. De azért ez a támogatói tábor, ami onnan elment, ez nem a Fideszhez ment, hanem egyelőre Magyar Péterhez. És ha Magyar Péter bármilyen okból is, de nem becsukja, abban érdekelt, hogy a, a Fidesz rendszere megbukjon, akkor legyen. Tehát ak akkor ha vele. Mert ha nélküle nem tudja a magyar ellenzék, mert nem tette meg azokat a lépéseket, amit megtehetett volna. Tehát azt állítják, hogy nem tehetnék, én barátjaik, barátként tartom velük a viszonyt, és én azt mondom, hogy tévedtek, évek óta mondtam nektek, hogy nem utogassátok külön-külön az erőtöket, meg külön-külön megismerik az emberek az erőtöket, és pontosan látják, hogy külön-külön egyikötőknek sincs semmilyen esélye az Orbáni rendszer leváltására megismerték, és nincsen. Külön-külön mutogatjátok, és azt egyértelműen látják, hogy teljesen mindegy, hogy mit mond Donát Anna, az is egyébként, hogy, hogy, mit mond a DK, tehát szándékosan, vagy mit mond Márki Péter, és egyébként kedvelettem is őket, de azt egyértelműen látják, hogy biztosan nem fogja a Momentum leváltani az Orbáni rendszert. Ha többiekkel nem fog össze, és nem csak a parlamenti poli ellenzékkel, hanem a parlamenten belüli és kívüli valóban demokratikus ellenzéki közös politikai közösségekkel, akár párt, akár mozgalom, szakszervezetekkel és többiekkel, és nem szakszervezeti célból, hanem az Orbáni rendszer leváltása céljából. Tehát olyan civil mozgalmakkal, amelyek annak az élére állnak, hogy nem most ebben a pillanatban legfontosabb, nagyon fontos a klímavédelem, de legfontosabb, hogy az Orbáni rendszert leváltsuk, és utána küzdjünk a klímavédelemmel, mert Orbáni rendszer alatt nem lehet a klímavédelemmel küzdeni, mert az lesz a klímával, amit Orbán akar. Ugye ebben a közletében, amit ő a maffia rendszerében jónak tart, és ahol egyébként ő pénzt lát. Tehát, és esetenként léphet jót is, de csak ott, amiből sokat lehet lopni. Ugye ebben a megközelítésben. De ezt az összefogást megtagadták, viszont jött valaki, <coughs> aki egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezik ava az erővel, amit Orbán leváltáshoz kell, de, észében, de, több mint 700 ezer ember, ami egy óriási tömeg, és közben egyébként az nem igaz, hogy a Fidesztől nem vett el, vett el a Fidesztől, csak sokkal kevesebbet, mint az ellenzéki pártoktól, és vett el, és nem is olyan keveset a bizonytalanok táborából akik kiábrándultak a Fideszből, növetik, mert nem minden bizonytalan kiábrándult, de nagyon sok bizonytalan az azért nőtt folyamatosan, mert kiábrándult a Fideszből, de az egy teljesen hiú gondolat volt, hogy rögtön a teljes ellenfére, mondjuk a DK-ba fog belépni. <kül> És ezek otthon maradtak. Bizonytalanok lettek, gyengítették a Fideszt, de otthon maradtak. Most viszont fölálltak, mert Pagyar Péter föl tudta őket is állítani. <laughs> és mondom, fő tudta azokat is állítani, akik várták, hogy nem tudjuk biztosan, hogy Magyar Péternek van-e ereje, e, ha e, leváltani a Fidesz rendszer, de lehet, hogy van neki. Tehát belehiszik, bele remélik. Ő ugyanis nem mutatkozott be az elmúlt 14 évben, és ebben nem mutatkoztam be, nem mutattam be azt sem, hogy milyen erős vagy, milyen gyenge vagyok. Az ellenzéki parlamenti politikai pártok bemutatkoztak, és ott mindenki látta az erejét, és azt is, hogy ez kevés. Ezért azt mondták, hogy legalább amellé odállunk, aki remény van. De itt lesz most már nem sokára, 5 hét múlva, itt lesz a e, e, június 10-e, mikor meg lesz a választás. Én arra látok esélyt, hogy ezen a választás után egy teljesen nyilvánvaló, hiszen például az EP választás, arányos választás, az nem befolyásolhatta, nem annyira fordíthatta, ferdíthette el a pályát Orbán Viktor, a médiával egyébként elferdítette azt is, de nem, nem ugyanolyan eszközökkel, mint amit a, a mondjuk a országgyűlési választáson tette, ott lesz az, hogy megtévesztették, nem tévesztették meg, mekkora az az erő, akit nem sikerült megtéveszteni. És én azt mondom, nem biztos, de ma annak adnék nagyobb esélyt, hogy az LP választáson a Fidesz-Kár és a Mi Hazánk együttesen kevesebb támogatást fog kapni, mint a többi ellenzéki pártnak, mond, aki a magát ellenzékének mondja. Ugye? És hogyha ez ott lesz mindannyian a szemünk előtt, hogy a Fidesz-Kár nek a társadalmi támogatottsága mondjuk 40 százalék, az úgymond a megmaradó ellenzékinek, Magyar Péterékkel együtt pedig 60, akkor az mindenki számára egyértelmű lesz reményeim szerint. Én minden fórumon fogjam mondani, majd fogom minden fórumon mondani, hogy most nincs mellébeszélés. Állítólag mind le akarjátok váltani Orbán Viktort és a bűnszervezetét. Itt van, hogy másfélszer akkora a van, mint nektek olyan akciókat lehet szervezni, például további tüntetéseket, de most már nem Magyar Péter külön, meg a másik külön, hanem ebből a támogatottságból lehet szervezni, ami után nem tud hatalmon maradni, 2026-ig sem Orbán Viktor és demokratikus erővel egyszerűen a másfél szeres támogatottsági áttére meg lehet buktatni. Na ebben az esetben teljesen mindegy, azért most ezt tényleg így kell, hogy mondjam, hogy mondjuk, ha akkor is föntartja Magyar Péter, mert most azt mondja, hogy nem ismerik el, hogy neki mekkora tábora van, és ő ezt akarja megmutatni. De most akkor 9-én tudni fogjuk, ugye, a támogatottság. És ha utána Magyar Péter azt mondja, hogy hát kevés ahhoz, hogy leváltsam az Orbáni rendszert, de én mással nem fogok össze, akkor ő Orbán Viktor a regnáló hatalomnak a pártszövetségese. De ugyanez igaz akár a Momentumra, akár a dk vagy bármelyik másikra, jobbikra, bármelyikre, ahol barátaim is vannak, bármelyikre. Akinek a vezetői akkor azt mondják, hogy én például nem fogok össze Magyar Péterre. Külön ugyan nem tudom Orbántól megszabadulni, de Magyar Péterrel abban sem fogok össze, hogy leváltsuk Orbán Viktort, és utána majd egy szabad választáson újra osztódnak a lapok és akkor bemutatkozhatunk a részében. Aki akkor azt mondja, hogy én tartom az önállósági pozíciómat, azok valamennyiről szerintem fekete fejér és akkor minden energiámat én is arra fogom fordítani, és arra fogom buzdítani azokat, akik ismerek, hogy az mutassák be, hogy az a politikai erőre igaz az a mondás, hogy A. Orbán Viktor által irányított, befolyásolt politikai erő, B hogy jól érzi magát az ellenzéki politika erőbe, és csak mondja magáról, hogy ellenzéki, de a valóságban csak ott akar ülni mondjuk a parlamentben. Hogy neki ez a fontos, az az állami támogatás, stb. az neki az a pár pozíció, az neki pontosan jó. De remélem, hogy nem lesz ilyen. Abban remélem, hogy az jön be tizedikén, és ez már nem olyan hosszú idő, egy hónap. Ugye, mert pontosan egy hónap múlva lesz a választások, egy hónap és egy nap. Ugye a Észében, amikor ha az fog bejönni, hogy jelentős ellenzéki támogatói többlet van Magyarországon, akkor ellehetetlenül annak az állítása, hogy miért nem fogunk össze abban az egy kérdésben, hogy Orbán Viktor nem maradjon hatalmon 2026-ig. És egy kis pontosítással, de itt igaza van Klárának, hogy bejöhet az a választási eredmény, amit én is esélyesnek látok, nem biztos, hogy bejön, de esélyesnek látok. Ha ti, ti mind elmentek szavazni, akkor esélyesnek látom az, egész az egészbe, és akkor ott lesz egy ekkora erő. És ez a nagy erő, amikor azt mondja, hogy akkor Orbán Viktornak mennie kell, hát ő magától nem fog menni. Csak az az igaz, hogy akkor fekete fehéren látszik, hogy nagyobb az ellenzéki támogatás, nagyságrendel, nagyobb, mint az Orbáni hatalomnak a támogat, támogatása, Kérdés, hogy ez az nagyobb támogatás összefog-e? Tehát ez hiányzik a, a, DK vagy a Dobletkára beszéd, beszédeiből, de mindegy az egészében, hogy az lesz az, hogy igen, demokráciában le kellene mondani, de nálunk nincs, az tehát nem fog. Demokratikus úton viszont megbuktatható, annak viszont feltétele, hogy a többiekkel ebben a kérdésben össze kell fognom, és nem adhatok olyan mondatokat, hogy a többieknek akkor át kell vennie, hogy mondjuk szociáldemokrata programot akarnak, vagy bármit, mert ez majd egy következő szabad választás után lehet. Akkor egyetlen egy dolog lehet az asztalon, ami egység van. Az az egység, hogy az Orbán hatalomtól meg kell, meg kell szabadulni. Úgyhogy hát a Magyar Péter ügyről a következő egy hónapban biztosan továbbra is fogunk beszélni, de én azt javasolnám Ágnesnek, hogy ő is próbáljon meg erre koncentrálni próbáljon meg, mert ha nem, nem, az van, hanem az, ami a, hogy szándékosan rossz erők által irányított, megosztó, felszabaduló eh, dolgokat eh, tegyen részre, eh, tegyen, eh, tönkre, azt kell mondanom, hogy akkor, ha ez igazolódik be, amit nem lehet, ezt sem kizárni, ha mondom, ha nem is minden összetevőjét tekintve, de ha ez, igaz, ez igazolódna be, akkor is ugyanott vagyunk, mint ahogy volt előtte a magyarországi ellenzék. És akkor egyébként azt gondolom, hogy a tagjai is, a többi ott fogják hagyni, mert azért álltak mellé, hogy levátsa. Ha kiderül fekete-fehéren, hogy esze ágába sincsen, akkor azt gondolom, hogy az a társadalmi támogatottság, mint Lufi, az ki fog, ki fog pukadni. Na, rá segítek egy picit az kérdése. Krisztián kérdezi, hogy az EU-s parlamenti választások Orbáni tállalása, háború vagy béke mennyire amis és megtévesztő leegyszerűsítése a problémának. Nagy gondabban van Orbán Viktor, mert tegnap fölhívta a telefonon az ukrán elnök, és Svájcban készül egy nemzetközi békekonferencia. És azt hiszem, hogy 160 országot, vagy amelyet hívtak meg, az agresszorokat például Oroszországot mondjuk nem, tehát ebben a megközelítésben, és ott a békéről, tehát hogy hogyan lehet azt elkerülni, hogy az agresszorok megtámadhassanak független államokat, vagy ha megtámadtak, azokat hogyan lehet megvédeni. És ez egy békekonferencia. És hogyan meghívták. És mit tudott csinálni a Orbán Viktor, aki teljesen egyértelműen egy gazember és hazudik? Hát nyilvánvalóan nem az a békepárti, aki azt mondja, hogy add meg magad aki azt mondja egy nőnek, hogy meg akarnak erőszakolni, tesz itt a lábad, gyorsabban túl leszel rajta. Ezek olyan álságos és olyan aljas gondolkodások. Tehát, hogy persze átveszi a, 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 egy átfogalmazott körben az orosz agresszor, vagy Jimmy Pucsinnak a gógai, azt mondja, hogy nincs Ukrajna, az hozzám tartozik. És egyébként pedig kitalál filozófiát, hogy ott nácik vannak, akik emberek tízezrei törték meg, és ez semmi nem igaz az egészségben, de ha ezt Orbán ezt alátámasztja, ugye az egészségben, és az ebbe veszi, csak ezt Európai Unióban nem feltétlenül tudja így mondani, hanem úgy mondja, hogy akkor ez béke, ha nem segítjük az áldozatot. Tehát ez, ez, ez nem igaz, de egyébként a gyermekvédelemben ugyanezt lépi meg, tehát valami egészen döbbenetes, de hát azért most vele szemben én is érdeklődése válom, hogy elfogadja egy békekonferenciával meghívását, mert ha ott előadná, hogy az a béke, Hogyha nem segítenénk az áldozatnak, hát szerintem ott meglincselik, ez most a szószorú mert nem csak az unió vezetője, hanem százegy néhány ország vezetője fogja szemtől szembe hallani, hogy Magyarországon egy, or, egy, egy orosz ügynök elment, a, elment erre a békekonferenciára, konferenciára, és ott előadja a Putyini beszédet, és hát szerintem kizavarják a teremből. Úgyhogy de mindegy, ez egy érdekes helyzet lesz. Aradi János kérdezi, hogy azt mondom én, hogy az ügyészségnek mindenre van rálátása és ráhatása. Én perlem a kórházad de a bíróság csak időhúzást végzi, és ezért a legelső bírósághoz fordulom, a legfelsőbb legfelső bírósághoz fordultam. Elküldte megyei törvényszéknek azzal az ügyet, hogy nem szólhat bele a bíróság tevékenysége. Megyei ügyészség tovább küldte a járásbíróságnak, de az részében akkor mit tévő lehet a sétet felperes. Eh, nehéz helyzetbe hoz most engem János, mert én értem és látom, amit, amit, mondott, és azt is látom az egészében, hogy mindent igazságtalanak tart, és az is lehet, hogy teljes mértékben igaza van, de nem ismerem az ügyet. Viszont az a világon sehol nem úgy működik, hogy én nem bízom az ügyészségbe, és, ott kezdem az eljárást a legfelsőbb bíróságon, ezt valószínűleg nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy azok folyamatosan a hatáskörrel rendelkező irányba vitték vissza, azt mondjuk egyébként a jog joggal összhangban van. Hát biztos, hogy szüksége lesz, akkor az igaza van, biztos, hogy szüksége lesz egy egy jogi szakemberre, mert azért ebből a kérdés feltevésből azért elég erőteljesen játszik, hogy az igazságérzete az magas, és ez helyes, és ez így is kell lennie, de azért a jog is egy tudomány. És annak is van egy évszázados hagyománya, és akkor az valószínűleg első körben nem küldi önt a a legfelsőbb bírósághoz, hogy rögtön oda, oda mert ilyen verziója a jognak, a demokratikus jognak nincsen a egész környezetében, úgyhogy szerintem jogi segítséget kell igénybe venni. Ne haragudjon János, a további ismertek nélkül én nem tudok más mondani. Dennyi Zsuzsana kérdez, hogy én szerintem az ellenzéki pártok miért nem mennek vidékre, ott kellene kezdeni. Zsuzsanna, én azt hiszem ebben téved, az ellenzéki pártok mennek vidékre, de az ellenzéki pártok támogatottsága, és ez most nem a szavazót értem, hanem az aktív támogatottsága. Azok, a, azok nem engedik meg, hogy olyan létszámban tudjanak menni. Folyamatosan ott vannak vidékben, de sem pénzügyi erőforrásuk, sem aktivistáik, nincsenek, nincs olyan háttere, hogy ezen láthatóbb. És akkor ráadásul jön a másik része, hogy azokra a vidéki dolgokról tudunk, amiről a média hírt. Na most a vidékét járó, esetleg látványosabb vagy sikeresebb ellenzéki fel, felszólalásokról, arról nem ad semmilyen tájékoztatás a média felület 90%-a, mert Orbán Viktor vezéli. Marad a 10. A 10%-nak borzasztó kisek az erőforrásai is, és borzasztó jelentős, Értékrend problémákkal és küzdenek. Mert hogyha nincsenek forrásaim, az sem biztos, hogy a legjobb szakembereket tudom al alkalmazni, és hogy azok pontosan értik, hogy mondjuk demokráciában van független média, diktatúrában nincsen. Az vagy a párpropagandának a része, vagy éppen a média küzd a média szabadságért. De hát gondoljátok meg, voltam a héten szólnokon, most ezt egy mondatot is tudom, voltam szólnokon, voltam a Vörös téren, ugye folyik a flashmobjaink az egész országban, az egész országban, mint egy 50 városban, de azért nem terjed, mert a kormánypárti logikusan nem ad róla, és egyetlen egy, de egyetlen egy független vagy ellenzéki média sem adott arról hírt, hogy eddig egyébként mintegy 800 alkalommal az ország mintegy 50 városában, ahol a magyar lakosság 1/35%-a él, hogy azok már nem tudom hányadik alkalommal felhívják a figyelmet, a szabad választásra, és arra, hogy a szabad választás feltétele a szabad média. Tehát kifejezetten a független és ellenzéki média mellett 800 fellépés, mint egy ezer ember, hónapok óta tartó március 15 a lév aktivistája, és egy, aki beszélhetne, mert hogy a, a kormányárti nem beszél, az logikus, aki beszélhetne, az nem beszél. Ha nekem ezt valaki megmagyarázza, én megeszem a kalapom. Az szent De hát ők is valamilyen befolyásban, valamilyen nem tudom én, akármiben vannak, hát ez érdekes. De azért azt is mondom, ez ellenzéki pártok a maguk módján, a kapacitásai, pénzügyi forrásai alapján, én azért követtem a mindennapjaikat, folyamatosan van, mennek vidékre, csak ez egy nagyon kicsi számosságú, ahhoz képest, hogy 3300, tehát 3300 helységünk van ezt kellene bejárniuk. Magyar Péterről minden nap hallom mindenhol, ugye minden a, híreket, nem tudom megmondani, hogy hogy, ez a 3300 helységből, hogy én járom a vidéket, nagyon sokon volt, de arról adtak hírt, de az a nagyon sok, az mondjuk mennyi lehet, 40? 50? Tehát a 3300-hoz ez 100, egy vagy másfél százalékot jelent. Ugye, tehát, hogy ezt alapvetően látni kell, de hát azt is látni kell, hogy ugyan kezdetek óta, most már 18. alkalommal, mondjuk Budapesten, a Vörösmarty téren, ott van a, a flashmobunk, adtam róla a bejegyzést, tehát ugye megmutattam, hogy micsoda tömegben van a figyelemfelhívás. Személy szerint, akik jelentkeztek, 140-en jelentkeztek Budapestről, közvetek, hogy részt vennének ezen a flashmobon. Tudjátok hányan csinálták? Meg lehet csinálni annyian, nagyon sikeres is volt. Hatan. Az én személyes meghívásomra, hogy jöjjenek most legalább oda, ha már jelentkeztek rá, hogy az látványosabban tudjon működni, még látványosabban, Már a külföldek így is megálltak, meg a magyarok is, óriási, meg van a Vörös Martíniás Mácisza. Hatan jöttetek el. Én nem haragszom rá, csak utána elég nehéz a kérdésre válaszolni, hogy vajon miért nem mennek külföldre. Ja, az egészében. Pajtási 15. keret, magyar-kínai kintanyelvű iskola lesz, mutatták is, el volt már kerítve, az embereknek játszóteret is kizavarták. Nos, ha a játszóteret kizárták, nem tudom, közel az keret környékén élek, de önmagában megint az, hogy lesz magyar-kínai kintanyelvű iskola, az nagyon helyes. A 7 milliárd emberből a világon másfél milliárd kínai. A másfél kínált kínaiból több tízezer él Magyarországon hogy van két tanítványú iskola, hogy akik itt vannak, azok ne csak kínai piacon áruljanak, hanem tanuljanak általános és középfokon, és esetleg diplomázzanak is, az ész az nagyon fontosnak tartom. A Fudám Egyetemet hát nem tartottam fontosnak, mert ez olyan, mint a, a közszolgálti egyetem, vagy amilyen volt a Kádár Rendszerben a Marxista Lenista Esti Egyetem, tehát amelyik a kínai központi bizottság és a kínai kommunista párt politikai elvei építi be az embereknek, és azt ne akarják Magyarországon tanítani. De azért szeretném elmondani, hogy szerencsére, Bécsben is van két tannyelvű magyar-osztrák, vagy, vagy tehát magyar-német két tanyelvű iskola, Németországban, nem egy helyen, hanem számtalan városában is van, Angliában is van. Tehát önmagában az, hogyha van nálam egy közösség, és annak van iskolája, annak semmi problémát nem látok belőle. Pap Ferenc és az, hogyha elveszek egy játszóteret, az gond, mert azért föl lehet építeni helyette egy másikat inkább, és nem elvenni kell, hanem e célból mondjuk fejleszteni pap Ferenc kérdezi, hogy mi a vélemény arról, hogy Magyar PT dk hajt olyan szempontból, hogy azt se bánja, ha a Fidesz nyeri a választásokat. Erről szerintem a múlt héten nagyon sokat, nagyon sokat beszéltem, és én nem örülök neki. De azért az eleje úgy volt, hogy négy jelöltet itt, itt mert akar egy befolyást szerezni a választási szabályoknak megfelelően, a fővárosi önkormányzatban. Ez egy teljesen legitim cél, ha utána egyébként nem a fidesz -el köt koalíciót. Amikor azt mondtam, hogy a négyből kiválasztott négy olyan keretet, amelynek dk és nagyon esélyes képviselő vagy polgármester, és már bizonyított polgármestere volt, akkor azt mondtam, hogy ennek illata van. Ma ez már megváltozott. Kettő ellenzéki van, és, és kettő Fide, jelenleg fideszes polgármesterrel lévőben indít. Mivel a fővárosban sokkal kevesebb e, 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 kerületnek van e, fideszes képviselője, mint az ellenzéknek. Ezért ha ugyanannyival indít szembe a Fideszben a fővárosban, mint az ellenzékkel, akkor egyébként arányait tekintve a fővárosban nagyobb pofont ad az Orbán, de kellett fölhívni a figyelmet, ő az úgy nincs rendben, ha négy. És amikor bizonyos megyei istákon is be akart szállni, és ott egyébként sokkal nagyobb zavart jelentett volna, akkor abból visszalépett. Tehát együtt kell nézni a folyamatot. Ja, egészben. Lejárt a beszélgetési időnk, megint egy kicsit túl is, túl is beszéltük. Elnézében elnézésetek kérem, igyekszem majd megint hétközi bejelentéseket tenni. Hosszú a téma nem vágok bele, de biztos, hogy, hogy, a következő napokban fogok róla beszélni, ami egészen döbbenetes, hogy, és más a véleményem, mint a politikai, nem csak mind a Fidesznek, hanem mint például az általam tisztelt egyház vezetőknek is, hogy lehet -e a gyónási titkot általában úgy értelmezni, hogy a gyónási titok olyan fontos, hogy fontosabb, mint a éppen veszélyben lévő gyermekeink. Ja, akkor majd erről el lehet beszélgetni, hogy mind a kettő tiszteletre méltó hitéleti dolog, de nálam a gyermek egy görög és a gyónás az egy nagyon fontos a hit, hit életben élő embereknek, az a magyar lakosságnak mondjuk az 5-10%-a, de nekem az egy nagyon nagy szám nagyon fontos, de abban reménykedem, hogy az ő esetükben is. Tehát akinek nagyon fontos a mindennapi hit, vagy minden napi, vagy minden heti hitélet, ha azt kérdeznék meg, hogy a hitben mondott gyónási titoknak ki kell -e arra terjedni, hogy éppen egerészakoló gyermekeknél, ha meggyónja a nevelő, és azt mondja, de nem tudok mit csinálni magammal, gyenge vagyok, a jövő héten is meg fogom erőszakolni azt a kislányt a részében. Eh, akkor azt mondani, hogy hát a kislány élete a fontosabb, a fejlődés, az emberi méltósága a fontosabb, vagy a gyónásnak a, hogy a bűnömet itt így meg lehet szabadulni, szerintem beteg gondolat. Nem azt, ezt eszér hosszabban fogom kifejteni. Fontosnak tartom, A iráni elnökről beszéltünk, kínai elnökről beszéltünk, Magyar Péterről mindig beszélünk, hát az ukrán harcokról és Izraelről biztos, hogy fog kelleni. Ők azok az emberek, akik folyamatosan hatalmon tartják a mafiát Magyarországon, mert a jelenlegi szabályok szerint még ők meg tudnák vonni a Orbáni hatalmat, de nem vonják meg, és közülük egyébként nagyon sok magasan képzett személy is van, akiknek a bűne éppen ezért sokszoros ők azok, akikre tessék odafigyelni, figyeljetek rájuk, ők olyan komoly emberek, látom elég régóta nem kapcsoltam vissza a saját képemet, de a hangomat mint az 1 óra 40 percben végig hallhattátok, nem tudom, hogy hol kapcsoltam ki véletlenszerűen a, a saját videórögzítő ráveszésemet, de most láttam, hogy ki van kapcsolva, Hát ez van. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, egy szép hét éget kívánok, kívánok, mindenkinek, és számomra azért volt jelentősége a hétnek, nagyon hosszú ideig stagnált, és mégis a héten egy kicsit újra erőre kapott, és mint nem három-öt fővel, hanem a, ezen a héten egy két 300 fővel nőtt a követők száma, ezért megtitelte, és számomra is így átléptük a héten a 75 ezeres követői kör. Köszönöm szépen. Hozzászóltatok, megkaptam a értesítést, hogy 20 percet tűntem el a képből. Nem volt direkt, de hát itt én vezérlem a különböző képeket, hogy mit lássatok. És hát természetesen, ha odafigyelek a kérdésre, közben hívászatok is. Vigyázzatok magatokra, Gábornak, aki végig segített nekem Spanyolországból, nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a héten is számíthattam rá nektek, hogy itt voltatok, és aktívak voltatok, és akkor mára elkösz elköszönök, és mondom egy további szép hétvégét kívánok. szervusztok!